A vendégünk pedig nem más, mint Osztos Panka, kutyakiképző, illetve Lutri kutya, aki már itt van. Aki egy gyereget. Nagyon cuki kis, aktív kis kutya. Hát, és vajon ő felmehet, akar fel? Tehát akkor megkaptuk a választ, köszönjük szépen, szia! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Hát igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Tehát te először egy ilyen nagyon rövid, hogy fölmehet-e a kutya a kanapéra, vagy sem? Igen, nem. Szerintem ezt a gazda dönti el. Nincs ebben egy örökérvényű igazság. Meg hát függ attól, hogy milyen a kanapé és milyen a kutya, nem? Igen, de volt olyan hely, ahol egy óriási német doggal dolgoztam. Ő igazából így felült, és ültünk egymás mellett. Feküdni nem tudom, nem férte. Hát igen, ez az. Azt gondolom, hogy ez Lutri. Gyere vissza! Lutri, örülünk, hogy lemeosztad a készülő ételt. Hát ha te kutyád lenne itt, akkor nem így meoszta volna le, ugye azt ismerjük. Szóval azt gondolom, hogy az a fontos, hogy leküldhető legyen. Tehát, hogyha én felengedem... Ilyen a konyhapultról például. Igen. Szóval, hogyha én felengedem, akkor leküldhető legyen. De egyébként találkoztam már olyan gazdival is, aki azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy engedélyt kérjen a kutya minden egyes nap, hogy felmehet-e a kanap. Mondtam, hogy ez nem. Írásban. Igen, az írásban egy elég nagy elvárás. Igen, ez vagy? Nagyon nagy elvárás. Igen, tehát hogy nyilván ezt nem lehet kivitelezni, de vagy felengedem, vagy nem. Egyébként meg, hogyha nem engedem fel, és nem vagyunk otthon, akkor felmegy. Hát ezt alátámasztom, hogy mikor egyszer hazaértünk, és akkor még a labradorunk volt meg, és ő elvileg nem mehetett fel a kanapéra, és benéztünk, és így feküdt a kanapéra, és akkor bekopogtunk, és ez a... és így leesett a kanapéról, hol vagyok, mi van? Nekünk most egyébként az a szabály eddig az volt, hogy hát nem mehet fel, töki szegény, van egy nagyon kis bozontos, kicsit koszoskás kinézetű, evok jellegű tökink, hát a nézőink ismerhetik. És ő nem jöhetett föl, de a vizsla bezzeg az kiharcolta magának, mert az olyan cuki van fönn a kanapén, úgyhogy a vizsla az most följár, de az a szabály, csak akkor jöhet föl, hogyha mi is ott vagyunk, és akkor velünk ott leülhet, de egyébként nem lehet föl. Mi a jó taktika ilyenkor? Az ember kialakít egy sarkot ott is a kanapén is, hogy az az ő helye, és akkor oda mehet, vagy úgyis mindig be fog ülni az ölünkbe? Hát anyukámnak voltak ilyen kísérletei, amikor nála vagyunk, hogy hozott egy ilyen virágos takarót, és akkor mondta, hogy Lutrika, ez a virágos rét, ide feljöhet, és akkor a Lutri lefeküdt a pléd mellé. Ja, igen. Jó, tehát magyarul az a válasz, hogy a kutya föl fog menni a kanapére, akár szeretnénk, akár nem, és barátkozzunk meg ezzel a gondolattal. Igen, de egyébként hozzászoktatható plédhez, tehát hogy ahhoz egyébként tényleg hozzá lehet szoktatni, hogy a kanapé bizonyos részére menjen, és egyébként ebben tényleg segítséget tud nyújtani egy pléd, csak valószínűleg a Lutrinak nem tetszett a virágos. Igen. Nem az én színeimet. És ez is ugye része, vagy kérdezem, hogy része ez is a kutyának az általános szabályrendszerének a kanapé? Tehát, hogy azzá kell-e tenni, miért fontos, hogy legyen ilyen szabály, ha egyáltalán fontos? Szerintem nem fontos. Aha. Tehát akkor fontos, hogyha a gazdának fontos. Általánosságban ennek nincsenek hosszú távú vagy másra kiterjedő hatásai. Tehát, hogy a kutya azt megtanulja, hogy nem mehet fel a kanapéra, vagy felmehet a kanapéra, és az ennyi, ez nem von maga után ilyen nem lesz mondjuk esetleg ilyen dominancia probléma ebből, hogy akkor a kutya azt képzeli, hogy ő a ház ura, mert a kanapéra is fölmehet? Nem, egyáltalán. Nincs. Akkor a kanapé nem egy ilyen státuszhely, csak nekünk státuszhely, mert hogy azon szeretünk fetrengeni. Nem, de ugyanilyen például ez a küszöbb probléma is, tehát hogy a kutyának nem olyan fontos, hogy most ő kimehet előttem az ajtón, vagy nem. Ha kimehet, ha nem mehet ki, nem mehet ki. Ez neki ott abban a helyzetben egy dolog, amit megtanul, de ez nem... Tehát ez, utána ő nem fog a sarokban gondolkodni arról, hogy én most hol helyezkedem el a rangsorban, azért mert nem mehetek ki a küszöbön, csak engedéllyel, vagy felugorhatok el a kanapéra. De vannak egyébként olyan szabályok, amiket viszont érdemes betartani ilyen szempontból? Nem érdemes, amit kötelező. Tehát mi az, amit viszont ne hagyjunk ki? Ez a küszöbb probléma is egyébként jó tud lenni. Nyilván, hogyha az ember megtanítja, hogy mondjuk úgy menjen ki a lépcsőházból, hogy a kutya ne rohanjon ki, például azért, mert jöhet bármikor egy rolleres, csak hogy az értelmet kell megtalálni abban, hogy ez ennek legyen oka, és nem egy ilyen túl misztifikált rangsori dolog. Tehát, hogy mindennek van értelme, tehát hogyha az embernek az a fontos, hogy nem mehet fel a kutya a kanapéra, mert zavarja, hogy fent van a kanapén, akkor az egy indok, csak ne az legyen az ok, hogy a rangsorba a kutya hol helyezkedik el.
meg következetes legyen az ember, nem? Tehát szerintem az nagyon rossz, amikor változik ez a dolog, hogy hol fölengedem, hol nem engedem föl, akkor a kutya nem érti, hogy akkor most mi a szabály, tehát akkor vagy följöhet, vagy nem jöhet föl. Persze, a következetesség az a legfontosabb, és egyébként óriási biztonságérzetet is ad a kutyának, mert tudja, hogy mire számíthat. Na, ott, valamit azért ott talált valamit. Igen, valamit. Hát aki igen. Keres, azt talál. És azért Lutri mindent megtett, hogy találjon, tehát azért alaposan bejárt. Szkennel. Igen. És te milyen iskolához tartozol, hogy legyen meg ez a hierarchia, a gazda és a kutya között, hogy akkor én vagyok a domináns, és ő alattam helyezkedik el, vagy pedig úgy gondolod, hogy ez lehet egy ilyen demokratikusabb rendezkedésű dolog? Én abszolút nem hiszek a hierarchia rendszerben. Azt gondolom, hogy mi így együtt élünk, és együtt működünk, és a lehető legnagyobb szabadságot próbálom biztosítani a kutyának, hogy saját döntéseket tudjon meghozni, ami egyébként most már tudományosan bizonyított, hogy csökkenti a stressz szintet is. Tehát, hogyha a kutyának kontrollt adunk, akkor sokkal nyugodtabbá válik bizonyos helyzetekben, mint hogyha én kontrollálom. Mit jelent az, hogy a kutyának kontrollt adunk meg? Azért egy lutri kutyának könnyebben adnék én kontrollt, mint mondjuk egy ilyen nagy harci kutyának nyilván. Szerintem ez nem feltétlenül a mérettől számít, inkább a viselkedésétől vagy a személyiségétől. Tehát nekem például a szakterületem az a félelmi agresszió, és ezekben a helyzetekben nagyon sokszor... Mondok egy példát, tehát volt egy kutya, aki egy nagyon forgalmas út környékén lakott. És vele például azt csináltuk a gazdájával, hogy egy nagyon hosszú pórázra raktuk, és mondtam a gazdájának, hogy menjen ki a forgalmas útra egy kis utcából, és mondtam neki, hogy hívja a kutyát ezen a 10 méteres pórázon. Így a kutya sokkal könnyebben belement ebbe a helyzetbe, és kiment az útra, még amikor az 1 méteres pórázon próbálta kihúzni, mert döntési lehetősége volt. Belemehetett a helyzetbe, és ki is jöhetett. Ezáltal kontrollt kapott, és nem mi szabályoztuk egy méteres pórázon. Hú, ez milyen jó téma, sajnos ennyi fér most, de mindenképpen találkozunk még veled, mert hogy ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok, amit a kutyák nevelésébe, vagy a gyerek nevelésbe bárhová át lehet ezek végtelenségig lehet beszélni ezekről a témákról, igen, úgyhogy várunk vissza titeket máskor is, és nagyon köszönjük szépen, hogy jöttetek.